Sziasztok, ez itt a Total War Three Kingdoms végigjátszásunk legújabb epizódja, ahol ugye a lázadókkal próbálunk meg lázadni, gondolom. Kifelé jövök a megfázásból, szóval ezért ez a kis szexi, mély bariton. De ennyi legyen ez az asmr része a mai videónak, és akkor onnan folytatjuk, a legutóbb abban hagytuk. Ugye az előző epizód végén így érintőlegesen nagyon durva epizód volt, nagyon durva rész volt, nagyon sok minden történt, de érintőlegesen megemlítettem, hogy mintha megölték volna az egyik testvérünket. Ugye most visszanéztem, és ja, Zhang Bao meghalt. Ugye hárman voltunk testvérek, Zhang Yue, Zhang Liang, és Zhang Bao most már nincsen köztünk, ami para azért. Nem állunk a lehető legjobban, vezetünk, kinda. Viszont ezzel, hogy elveszítettük ebben a körben Zhang Bao-t, ez nagyon rossz, mert hogy nekünk az lenne a célunk, hogy minél többen legyünk. És nem is nagyon tudok rá módot, hogy visszahozzuk. Persze lehet, hogy vissza lehet, nem mondom, hogy utána néztem, de nem nagyon tudok rá csak így intuitíven módot, hogy visszahozzuk a halálból. Ha minden igaz, akkor most már ezzel nem tudunk lépni, majd csak a következő körben. És közben itt van a határunkon Dong Jiao is, ami miatt szintén aggódni kell. A pozitív része a dolognak az, hogy itt viszont a főseregünk van, Zhang Yue. Tang Jiao kap, nem is ő, hanem az egyik, de Tang Jiao, igen, generálisként kap egy új pontot, ami legyen Aura of Influence, tökéletes. Nagyon jó. Valamit adhatok még neked esetleg, amit így értékelsz? Nagyon. Se lova, se semmilyen. Mármint van neki, csak nem tudok újat adni neki. Jó, van viszonylag némi pénzünk, úgyhogy... most ide például fel lehetne bérelni egy újabb vezetőt, vagy Liao Chiba. Ami ugye nagyon kiesik a határainkon túl, szóval azt érdemes fejleszteni, mert azt nem fogják sose elfoglalni valószínűleg. Itt ezt be tudom adni, és ez ad plusz 25%-ot a kereskedelmi bevételekből. Ami jelenleg 70, 95 arany, 75 alap, tehát azt jelenti, hogy kevesebb, mint 20-18 arany körül jönne be pluszba, 2000 aranyos befektetés, de legalább tudunk építeni plusz dolgokat hozzá. Jó, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy fog most alakulni a jövő, hiszen itt azért Gongdu jól áll, helyi nem annyira, itt van egy újabb sárga turbános felkelés, és itt van Zhang Liang, illetve én, Zhang Yue, és közben a determination az folyamatosan csökken, sajnos. Akármit is csinálok, folyamatosan csökken. Ha csatákat kéne vívni, még többet, még nagyobbakat, de ez nem olyan egyszerű. Na jó. Nyomjuk tovább, aztán meglátjuk, hogy megjelenik egy Dong Jiao. Ugye még itt a Ding Yuan-nak a területet el kell foglalni, Tao Yant, a Toolmaker-t, és akkor azt fog nekünk adni... Ez az? Igen. Powerful Equipment for Yellow Turbans, ami nem tudom mit jelent, mert ezzel a sárga turbános egységgel nincsen ilyenünk, hogy... Van Treasury, csak ez nem az, tehát nincsen kincstárunk, ahova a tárgyakat lehet rakni, de majd meglátjuk mindjárt. Oké, szereztünk jobb területeket. Lu Hong vazizálta Yuan Shao-t. Oké. És meghalt Zhou Xin, és jött hét egy Yu Ting Wan. Én sem tudom, ezek kicsodák. Elkészült egy reform, és Lu Bu, a very of rapidly growing reputation, decided that current master is not worth of his service. Lu Bu átáll hozzánk, nem mondod? Dong Zhao confederates Ding Yuan. Character killed Ding Yuan. Character adopted Lu Bu. Faction confederated Dong Zhao Ding Yuan. Ez hol van? Nem látom, hogy valami területet nyertünk volna. A konfederáció azt jelenti, hogy megkapjuk a területeit, nem? Én vagyok Dong Zhao. Nem vagyok Dong Zhao? Ja, én Zhang Jie vagyok. Várj, oké, olvasd még egyszer. Dong Zhao, confederates, Ding Yuan. Ne! Oh no, ő Dong Zhao. Franc. Elsőre azt hittem kapok területet, de... No. Nem, az ősi ellenségünk erősödik. Szerencsére. Na, öljük meg... Nem, vegyük be a várat. Az a fontosabb, mint hogy megölni ezt az egységet. Hiszen ez ad nekünk mindenfajta menő dolgot. Nyilván ledelegáljuk. Mert haladni kell a dolgokkal. 8. részben járunk, 10 részes lesz a sorozat, most már teljesen elhatároztam magam, és aztán megyünk valami másba. Úgyhogy, ja,
csapassuk. 220 zil, ugye 21-et veszítünk körönként, és most ezért az osztályban kaptam 11-et, ami azt jelenti, hogy legalább két ilyet meg kéne csinálni ahhoz, hogy két nagy csata, vagy nagy ostrom, ahhoz, hogy null szaladóban legyünk. Szóval, ja. Sikült a küldetés, Ancillary-t kaptunk, egy Zhang Yuan Staff-et. Tök jó. Ennyi. Odaadjuk a főninek. Ja, hogy ne, valami bottal harcolt eddig. Gun. Ez egy gun. Mi az, hogy ez egy gun? Meléltek. Hogy hívják a botját, hogy puska. Oké. Okay. Na, vigyél ezt a szépet. Sokkal jobb lesz neked. Így. És akkor te már nem tudsz lépni, igaz? Kár. Vagyis hát inkább para. Nem is kár. Jó, őt meg kéne ölni. Valószínűleg pont nem érünk el oda. Úgyhogy csináljuk azt, hogy... Hát csináljuk azt, hogy elindulunk. Megpróbáljuk elérni. Közben pedig ezt a sereget elhozzuk ide. Kicsit előre. Most ugye nem kell aggódni itt az északi dolgot miatt, mert északra már nincsen semmi, csak a puszták. Egész konkrétan a mancsú törzsek laknak el, illetve a Oirat és a mongolok. De most nem kell aggódni a mongolok miatt. Emiatt viszont igen. Yuan Shao. Itt van. Guo Jia. Két nagy sereg. Ha ezek... összeállnak, akkor megverhetik ezt a seregemet, amit nem szeretnék. Neked tudunk adni most armit? Hát amúgy... nem, egy ilyesmi kéne. Eléggé felment a bevételünk, gondolom, készültek el épületek, vagy pedig a reform miatt, ami most készült el. De szerencsére most így nagyon megugrott a bevételünk. Úgyhogy ez tök jó. Viszont még nem elég. Kell több. Construction cost csökkentés. 40% income from peasantry. Jó, oké, ezt adom. Ez 4 kör alatt el is készül. És akkor most az lesz, hogy most ide nem hívok le újabb sereget. Majd a következő körben valamelyiket ezek közül. He-Man. Oké. Oké, nyertél He-Man. Ők kell nekünk. És ugye most 3-as szintű. Meg 2-es, 3-as, tehát ide még alapból nem lehet lehívni lovasságot. Mi azért némileg para. És akkor most nem is építek semmit, annak ellenére, hogy lehetne. Taoyuanban. Csak Taoyuant félek, hogy be fogják foglalni. Nagyon ki van téve itt az ellenség kényének, kedvének, aki ugye Dongjiao innen jöhet. Para. Az is kérdés, hogy merre menjünk innen tovább ezzel az egységgel. Mert logikus lenne egyébként Dongjiao felé menni. Itt erre. Azért, hogy szemben menjünk a veszéllyel, hiszen itt van egy 5-ös erőd, nem valószínű, hogy már elfoglaljuk, sőt nem is erőd, az egy város. Itt viszont ez csak 3-as, egy nagy város és 3-as, felkelés nem nagyon lesz itt a közelben egy hamar, úgy látom. Itt már van. Itt már van, igaz? Malcontents leaving for the rebellion, igen. Vagy van, vagy most volt. Szóval ebben nem annyira nem lehet hinni. És közben pedig csökken folyamatosan ez a zeal. Ami, hogyha megint lecsökken, akkor ugye megint veszítünk fervort. A pop growth az mínusz lesz még jobban. Public order mínuszba megy át. Kevesebb kaját gyártunk, kevesebb bevétel, kevesebb replenishment. Nagyon nem. Nagyon nem szeretném, hogy ez még lejjebb csökkenjen, de nem nagyon lehet velem mit csinálni. Csatákat kéne vívni, viszont ahhoz kéne hadsereg. Szóval lehet, hogy alapvetően rosszul kezdtünk neki ennek a kampánynak. Hát mindjárt meglátjuk, de hogyha értetek, hamarabb véget ér, akkor hamarabb véget ér. Amiről még az előző körben nem beszéltem, az az, hogy végre a testvéreink felébredtek, és itt helyi egyrészt a nem ő maga, mert ő valamiért itt ül egy farmon, de az egyik tábornoka elfoglalt egy vasbányát, illetve Gongdu is nagyon jól küzd. Szóval mindenképpen büszkék vagyunk rájuk, fel is kerülnek majd a falra. Na most ezt a sereget szeretném megölni. Remélhetőleg nem menekül el, de valószínűleg igen. Igen, elmenekül, persze, hogy elmenekül. És itt most meg tudom támadni, annyi, hogy a városból érkezik erősítés. De ezt szerintem le kéne játszani. Ezt a csatát. Igen, ezt a csatát szeretném lejátszani, mert ez jónak tűnik. Legyen éjszakai csata, ugye alapból mínusz 15% morál az ellenségnek, rosszabbul látnak minket, szóval meg tudunk érkezni rájuk. Úgyhogy, ja, ezt szeretném.
Amit még nem vettem észre az előző, vagyis mivel nekik eszemnek a csatának, az az, hogy ezek az emberek, akikkel most harcolunk, ők, ez Lübu. Ő az, akit az előbb konfederált, Dong Zhao. Na most ide be tudtam állni, ami azt jelenti, hogy wow, ezek nagyon jók, hogy ezekkel ide tudtam jönni, mert innentől kezdve ezek már is engage-elni tudják az ellenséget itt. És nagyon fontos, hogy engage-eljük őket, hiszen jön az utánpótlás a közeli városba, ezt nem szabad elfelejteni. Ide lerakok egy tornyot is. Unit ah, nem tudok lerakni ide tornyot. Franc. Igen, ezeket csak ide lehet lerakni. Hát lerakom ide a tornyot, de teljesen fölösleges. Ezeket most mit... Értitek? Tessék. Remélem boldog vagy. Ja, ez kimaradt pedig, hát ő egy tábornok. Ő kéne, hogy itt legyen. Inni. Te vagy... Liang Zhongning. Ah, szép hosszú név. Az íjászok már innen tudnak lőni ide. Tehát ez nagyon jó. És ide be is állítom őket ennyire közel. Legyen Flaming Shot. Csökkenti a morát, és az lenne a célunk inkább most, hogy a morát csökkentsük. Mert alapból, hogyha legyőzzük ezt a sereget, akkor ők menekülni fognak. Tehát ez már ki van mondva. Nem menekülni, elpusztulnak. Bocsánat. Tehát az a lényeg, hogy ők automatikusan el fognak pusztulni, ez a sereg. Nem kell amiatt aggódni, hogy elfutnak. És akkor a többiek pedig felfejlődnek ide. És kezdenek is. Mindenki? Mindenki, jó. Ezt nyilván elé megyünk. Alkalmazták a tüzeket. Ezeket viszont én ne felejtsem el alkalmazni. Hagyom, hogy az IS-ek végezzék a dolgukat. Egyébként. Ezeket viszont velük is kéne lőni, annyi, hogy itt be tudok velük menni. Nézzétek csak, már most kezdik feladni. Elintézem az íjászokat. És közben ezzel a sereggel, akik pajkosok, nyilván azonnal megpróbálom oldalba kapni a tábornokot, Lübut. Közben itt felgyújtjuk a parasztoknak a házát, mindegy. Nem fontos. Jó, ti álljatok le, légy szíves. Fire Wheel, és megállunk. És hát várjuk az utánpótlást igazából. Innentől kezdve. Annyi feladat maradt. Szakítom. Jó, nem is kell. Most ezek az íjászok is lőnek, ha minden igaz. Most elkezdtek már lőni. Szuper, és meg tudom semmisíteni ezt a sereget itt. Sereget, egységet. És az íjászoknak kiadom, hogy őt lőjék. Remélhetőleg ez így elég lesz arra, hogy elmeneküljenek megint. Ugye ez morál csökkentő. Kisebb sebzés a tüzes nyíl, viszont morál csökkentő. Igen, főleg az armor piercing damage-ben gyengébb. És akkor most hát csak ide kell bejönni és őt megölni. Lübut, ami nem lesz egy feltétlenül egyszerű. Oké, leállhattok. Szóval nem lesz egyszerű, mert Lübu azért Lübu. Úgyhogy lehet, hogy nekem is be kell vinni Zhangjiét, de közben meg félek, hogy valami rossz dolog történik. Közben már elkezdett megérkezni az utánpótlás. Ugye valószínűleg ez a lovasság része annak, akik a városból jönnek. Bár nem vagyok benne teljesen biztos. Előre küldjük. Nincs nagyon már... Ah, itt van egy lovasságunk, jó. El tudunk jönni? Ezt a lovasságot oda küldjük, hogy lebeszéljék vele. Velük pedig, ugye megint csak rátámadunk a milisára. Szépen, szépen megoldjuk, hogy ők ne jöjjenek túlságosan közel. Már is csökken a morál. Cool. Flaming shot. Ó, ezeket is éri. Ups. Jó. Lement. Jó, szerencsére. Szerencsére lement a cucc. Megállhattok. Ott a lovasság elmenekült. Kicsit utána megyek ezeknek is. Igaz, hogy pikások és én lovasság vagyok. Viszont... már abból menekülnek. Tehát, ha minden igaz, most háttal vannak nekik. Tehát...
nem szenvedünk el a sebzést a pikáktól, hiszen nem feléjük vannak a pikák. Legalábbis ezt így gondolom logikusnak. Igen, és végképp elmenekültek, végleg elmenekültek. Oké, hát akkor ezt megnyertük ezt a részét a csatának. Azt kéne kitalálni még, hogy honnan fog jönni az ellenség következő körben. Mert most... most nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hol van az ellenség. Lehet, hogy erre van ideje felderíteni itt a környéket. Nagyon szeretném tudni, hogy megfelelően várjuk. Most annyit lehetett volna, hogy ide ugye visszavonulni, és akkor ezekkel a véd cuccokkal várni őket. Közben itt visszakapcsoljuk azt, hogy bármikor lőhessenek. Nem, az a másik gomb. Ez fire at will. De nem nagyon van értelme visszavonulni, tehát annyira nagy az előnyünk, hogy azt igazából teljesen fölösleges. Most ez nagyon mikrózás lenne még oda visszamenni. Hát erre sem látom őket. Ó, kérdünk éjszakai csata. Remélem, nem látok semmit. De... valahol még lenni kéne, nem? Azt írta a játék, hogy jön az utánpótlás, de az csak nem akar megérkezni. Jelenleg azt írja, hogy a csatamezőn van 17 ellenség, amik ők. Ez lovasság, és csak 12-en vannak. Mert őket már nem számolja, mert fehér zászló, őket nem számolja, mert fehér zászló. Ők meg kimenekülnek a világból valószínűleg, kicsit gyorsítsuk be ezt a dolgot, mert... ez nagyon nem fun. Közben figyelem a minitérképet, hogy valahol megjelenik ellenség, de nem. Ugye ugyanolyan sebességgel megyünk, mint ők, tehát nem fogjuk őket utolérni. Egy hamar, ugyanaz a sebesség egyébként? Ó, hát tudnám, melyik jelenti a sebességet. Oké, az eltűnt. És akkor most mi van? Mindenki eltűnt a csatamezőről. És nem találom az ellenséget. Oké, ez para lehet, mert hogyha most döntetlennel ér véget a csata, akkor... ez mi volt? Nem tudom, mi történt, de ok. A lényeg, hogy decisive victory. Még a végén kiírt valamit, meg mondott valamit a néni, de fogalmam sincs, hogy ez mit jelentett. Lübulnak ennyi volt. Gyakorlatilag elárult mindent, és meg is fizetett érte. Szóval ez is szép történet. Kapunk 12 zilt. 200 alá nem kéne beesnünk talán, azt hiszem. És amit szeretnék most innen, ez mit? Mi az, hogy... ez, mit jelent ez a cucc? Azt mondja a játék, hogy volt itt két pár baj. Nem kettő, négy pár baj volt. És kettőt megnyert Liang Zhongjing, és kettőt elveszített. Az érdekes része az, hogy nem volt pár baj, mert nem olyan játékmódot játszunk, hogy legyen pár baj. Pénz? Nem pénz. Supply nem kell. Legyen... replenishment. Nagyon kevés egységet vesztettünk, de azt tehát itt például vannak veszteségek, azt replenishelhetjük. Még ez a leglogikusabb választás. És akkor most ön meghalt, vagy mi történt vele? Meghalt! Wow! A játék elvette tőlem a generálisomat. És olyan embert oda küldenem, aki nem jön ki Zhang Yu-val. Hát ez tök jó. Mi? Fogalmam sincs, mi történt, de ez biztos, hogy ez nem így kellett volna történni. Ez 100% hogy egy bug volt. Hát jó. Muszáj vagyok, mert már sem nagyon tudok oda küldeni, értitek? Killed in the line of duty. No. That's not true. És közben ezt is meg tudjuk támadni. A következő körben, úgy tűnik. Ami ennél érdekesebb, hogy itt van ez az egység, ami nem tud elmozdulni, mert hogy ugye gyors lépésben van, én viszont el tudok támadni, elérek oda. Tehát most én itt simán megtámadom, nem tud elmenekülni, és nagyon kevés, nagyon gyenge egysége van.
Úgyhogy én ezt ledelegálom. És ha minden igaz, akkor most sikerül is null szaldon tartani a Zilt. Vesztettünk 195 embert, ami teljesen jó. 12 Zil. Igen, ugye veszítünk 21-et, és most nyertünk 10, vagy ebben a részben, ebben a körben 23-ot. Yes! Amit szeretnék innen, az mindenképpen bevétel. És most akkor ide le tudok hozni egy újabb zászlóaljat, vagy akárminek is hívják ezt. Huang Shao, ő... Várjunk, Huang Shao? Ismerős ez a név, de... Nem az, akire gondolok. Nem, mármint ő tök jó lenne lehívni. Csak az a para vele, hogy ő nem jön ki jól. Valakivel. És mert így is van elég feszültség. Viszont... Ó, ezek infantrik. Azt hittem lovasság. Mi lenne, ha lehívnánk Peu Yang Shao-t, Yuan Shao-t, és akkor ő kaphatna lovasságot. Tudok még ide egy lovasságot lehívni. Legyél te. És kapsz ide... de ez sok szép dolgot lehet ide kérni. Hát mindenképpen a Messenger of Heaven-t kérem. Illetve azon töprengek, hogy mondjuk ezt a nagyon alacsony, itt vannak amúgy a lovasi jászok, tehát például ez egy alacsony szintű egység, Redeemed Outlaw, és nem is az egyik legerősebb. Ennél rosszabb már csak a Peasant Volunteer, viszont az legalább 4-es szintű, tehát őt elengedem, azt mondom neki, hogy bye, és ide... Oké, nem. Ezt itt nem kell. Ide hívom le a lovas. Nem tudok itt lovasságot leírni. Mert így azt akartam, hogy akkor ide lehozok egy... egy trebusét. Vagy egy crossbow-t. Ezt a nagyon durva cuccot. Valamilyen erősebb dolgot. Nem is tudom ezt átrakni mondjuk. Ez egy Yellow Turban Spearment ide. Swap unit. Ah, lehet swapolni. Mondjuk azt mondom, és ismerkedem az interfésszel. Ez azért nem elérhető, mert ugye ő még alacsony szintű. 4-es szint kell ezeket a dolgokhoz, tehát csak ő érheti el. Akkor azt mondom, hogy ide nem kérem az ijászt. Peasant Volunteer, te nem kell lesz. 3-as szintű lenne. De most akkor őt disbandelem. Nem. Swapolom. Próbáljuk meg swapolni. És helyette kérek... Nem tudom, mire jó a swap egyébként. De helyette kérek egy ilyet. Most pont nem fog beleférni a pénzembe. De, pont belefér a pénzembe. Nagyon jó. És melyik legyen? Egy trebuchet, vagy pedig egy multiple bolt crossbow. Mind a kettően nyilván megvan a maga előnye. Ez azért... lehet jobb, ez mit tud jobban? Range damage. Ennek jobb a range damage, ennek nincsen range damage-e. Range. Ennek nagyobb a range-e egy kicsit. Ez 1.2. Armor piercing. Hű. Nem rossz az armor piercing, ennek jobbal kevesebb az armor piercing damage-e. Jobb lenne, hogyha mindkettőre lenne lehetőségünk, viszont most nyilván csak az egyikre van. Egyrészt pénz, másrészt pénz. Ebben a körben az egyik, másik körben a másik. Én azt mondom, hogy hívjunk most egy trebusét. Az most picit jobb üzletnek tűnik. És akkor itt pedig tudok venni képességet neked. Wuba! Campaign Movement Range. Az szerintem mindenkinek nagyon hasznos. És tudok-e neked adni valami tárgyat? Mert nincsen semmi cuccod. Például ezt a szép csengőt. Ezt a kakast. Itt egy kakast, tessék. Jó szórakozás. Oké, még amit lehetne, azt assignmenteket, de nincsenek assignmentek, úgyhogy ez akkor ennyi is volt. És végül nem utolsó sorban, ennyi volt az a kör, és még egy szerintem belefér, még egy kör. Azt nézem, hogy hol vannak a szövetséges egységeim, seregeim, itt van egy, ott van még egy, de ez elég vékonka. Itt van kettő,
Ott van egy, és itt van még pár. Itt azt hiszem szereztünk még egy területet. Nem, nem csak, még nem szereztünk területet, még csak felfedez. Oké, na lássuk. Ó, kaptunk egy ultimátumot. Liu Hong szeretne... De ez mit jelent? Liu Hong offers us peace on behalf of Ma Teng, rejecting we result in war. De hát már háborúban vagyunk, Liu Hong, te vagy a császár! Miről beszélsz? Oh. Jó, hogy volt autómentés, mert ez fogalmam sincs, hogy mit jelent. Mi van, hogy most elfogadom? Komolyan, mi van, hogy elfogadom ezt? Véget ér a játék, vagy mi? Attitude is very negative. Próbáljuk meg! Mondjuk el, kíváncsiak, mi történik. Oké. Okay. És akkor most békében élünk, amíg meg nem haltunk? Ott, mintha még továbbra is háborúznának az emberek. Ott jön egy egység, meg akar ölni. Nem csak átmegy mögöttem, őt viszont én meg fogom tudni ölni. Viszont akkor az ostromról le kell mondanom. Ma Teng. Ma Teng nevében kaptunk szövetségi, vagy békeajánlatot. Ma Teng az, aki az ország keleti részén, tehát pont ahol most a balsó sarokban látható, itt lakik, és vele háborúzik, vagy háborúzott az egyik egységem, vagy szövetségesem. Liu Hong vazalizálta Ma Tenget. Hát ez tök jó. De attól függetlenül ugyanúgy benne vagyunk megint a háborúban, igaz? Ma Tenggel. Ez egy jó kör volt akkor. A Heroes Aid. Van egy tábornokunk, aki megvert 6 katonát egyedül, és ez köszönhető a lovának. Oké? Okay? Ezt ismerjük. És ami nekünk van, azaz Zhang Yue kapunk egy ancillary-t, kapunk valami kacatot. Kapunk kacatot? Hát lovat nem kaptunk, az biztos. Csengő eddig is megvolt, azt hiszem nem kaptunk semmit. Mert hogy van esélyre, hogy kapjunk egy kacatot. Jó, és akkor veled most nem oda megyek, hanem inkább... Na. When faith wavers, evil enters. The force is inside an enemy zone of control and cannot move. Attacking the enemy is its only option. Why fucking no, meg akarom támadni. Be kell ezt vennem? Ahhoz, hogy ő rátámadhassak? Mi? Miért nem tudok oda menni és leverni a fejét? Most ide bejövök, ezt nyilván be tudom venni könnyedén, viszont ő vissza fogja fogalni a Toolmaker-t. És... Tehát nincs más megoldás, mint ez, úgy látszik. Ezt most nem játszom le, bár amúgy érdemes lenne. Inkább ledelegálom. És azt gondolkozom, hogy ezt lehet, hogy fel kéne égetni ezt a területet. Nagyon kevés pénz. Veszek szokásos 14 zeal. 313 egységet veszettem, az amúgy elég sok. És... azt hiszem ezt kéne. Loot and Occupy. Legyen ez. Mert vélek, hogyha a Second Withdraw-ra megyek, akkor... Ugyanúgy nem fogja engedni, hogy visszalépjek. Úgyhogy legyen Loot and Occupy. Nem akarom megtartani annyira. Engem nem érdekel, azt csinálnak, amit akarnak. Őt akarom megölni. De nem tudom. Nem tudok elindulni. Hát ez valami történik. Most már engedné oda menni, csak... Jöttetek, ezt el fogjuk veszíteni, ezt a Toolmaker-t. Ez biztos. Menjen védik egyébként. Mindegy, mert ő nagyon sokan. Hát nem nagyon sokan egyébként. 6 egység védi. De sokkal többen jön, viszont azoknak mind gyenge, tehát mind alacsony az életük. És... Ráadásul... Nem is annyira... Tudják újra tölteni. Szóval ilyen szempontból amúgy jó. Na jó. Rá kell állnunk ennek az ostromára, vagy legalábbis el kell indulnunk ostromolni. Vagy legalábbis valamit kell csinálnunk, hogy fenntartsuk ezt. A zilt. 280 vagyunk, és veszíteni fogunk ugye 21-et. Nyilván. Aha.
Azért nyilván beállok ide. És ezzel a kettővel fogok ide megérkezni. Ha most ő kitámadna rám, akkor szerintem itt jól járnánk. Azonban azon rakjam ambusba. Rakjuk ambusba, hát ha kijön és megpróbál átmenni ott a vasbánya felé, vagy pedig a farm felé. De egyébként elég neccesnek tűnik ez. Ide most nem tudok leírni senkit. Úristen, az egész zászlói jászok. Kemény. Ő itt marad, hogyha ő rá kitámad, akkor visszalépünk vele, viszont akkor felszabadul ez a farmland és befoglalhatjuk. Ja. Az érdem para most ezzel kapcsolatban az az, hogy ugye itt le fogunk esni. Determinációban. Sajnos nem igazán nagyon tudunk mit tenni ellene. Jó, még egy kör. Aha, az várható volt. Igen, szerintem meg tudnánk verni, de ugye nem ez a taktika, úgyhogy tartjuk magunkat a taktikához, az visszavonul, és az pedig vissza tud menni. Hogy tud az annyit lépni egyszerre? Ne idegesíts már! Ó, még jön még egy másik is. Na, az ott megtámadta. Ezt is meg tudnánk nyerni, és tudjátok mit? Ezt most le kell játszanunk. Ezt le kell játszanunk. Meg kell próbálnunk ezt megnyerni. Ez a térképen úgy játszottam még. Itt van egy ilyen folyó. Vagy tó. Itt van egy folyó valahol elvileg, de ez annyira nem fontos. Na most. Vissza kell volna, amit az előbb mondtam. Nem tudjuk megnyerni. Szerintem most már azt tartom valószínűleg, hogy nem tudjuk megnyerni. Méghozzá azért nem, mert... mert neki vannak táborok, akinek meg gyakorlatilag nincsenek. Szóval ez az, ami el fogja így dönteni a bulit. Mindenképpen ide szeretném ezt az olajfoltot lerakni. Nem tudom. Oké. Okay. Itt eléggé érdekesen vannak elosztva az egység, de muszáj mind a kettő kaput védenünk sajnos. Ott le lehet rakni. Igen. És ti be is tudjátok majd gyújtani. És esetleg annyit csináltunk, hogy itt bevédjük. Itt nagyon fontos lenne a védelem. Nem téged. Ez is tök jó, de ezt szeretném lerakni. És ide lehet lerakni. Úgyhogy mindenki kicsit hátré fog lépni. A lovasság nem tudom, mit kezdjek. Mert hogy... szóval nem tudok innen kimenni, de nem tudom azt csinálni, hogy körülmegyek. Így, mert az nagyon nagy kerülő. És hátba kapni az ijászokat, meg a trebusét. A trebusé, itt, mert sem trebusé, itt van ez a crossbow, ez lehet para. Ez elég nagy para lehet egyébként. Ja, ez elég nagy gond lesz. Hát végül is megpróbáltam erre aztán a lovasságot. De valószínűleg csak rohadtul kifáradnak. Rossz irányba is vannak, nem? Nem tudom arra használni a lovasságot. Nem tudom. Jó, hát próbáljuk meg. Próbáljuk kezdeni ezzel valamit. De ezt valószínűleg el fogjuk veszíteni. De most úgy készüljetek. Szinte biztos, hogy ezt elveszítjük ezt a csatát, meg ezt az első vesztes csatát, de hát ennek is el kell jönnie. Hova mennek ezek? Azt mondjátok, hogy megkerültök minket. Hogy körbe mennek. Már pedig az a körbe mennek. Szóval ez... azok direkt felgyújtják. Are you fucking kidding me? Ez lehet arra esély, hogy megöljem ezt. Kihoztam ide ezeket a lovasságot. Ezt a lovasságot. Elvileg ez lassabban mozog. Csináltok. Jaj, őket lövik. Aha. Aha. Felügyek az épületemet. Oké. Okay. Ez gond. Ez hivatalosan is gond. Meg kell várni, hogy azok kifogynak a tűzben. Nem nagyon látok más megoldást. Itt is felügyek az épületemet. Fú, ez tök okos az AI ilyen szempontból.
Gyakorlatilag az összes védművemet most elpusztították. Oké, kudosz. Tehát nincsen olaj már, nincsen... nincsenek tornyok. Itt az egyik torony elpusztult, a másik még áll, éppen, hogy de azt is el fogja pusztítani. És a vudszékeknek is a nagy része... Hoppá, a lovas, azt a saját lovasságom tarolta le. És akkor itt támadnak? Hol támadnak ezek? Elkezdett az ijászsal lőni. Jó, hátralépünk velük. És most támadnak. Hát ezt el fogjuk veszteni sajnos. Viszont megpróbálhatunk így rájuk szárni. Ti lőjetek. A lovasság kitámad. Fogadjuk őket mi is. A lovassággal, nem a lovasságot akarom küldeni arra. Viszont az ijászok, azok is lőjenek. Fú, ez elég csúnya lesz. Muszáj vagyok beütni a lovassággal. Igen. Már menekülnek is. Nem tudom ki volt. Halbert. Ki kéne nyerni. Itt tartják magukat viszonylag. Ugye ez elég nagy egység. És itt ezek viszont elég gyengék. Szóval nem próbáltunk itt körbejönni, de valószínűleg nem lesz túl nagy siker. Siker, sorry. Ja, mert ezek se tudnak lőni. Aha. Oké. Érdekes, hogy most azt írt a játék, hogy hát még akár lehet esélyünk a győzelemre, de aktuálisan nem. Ó, és akkor ezeket nem is tudnak kimenni mi. Mert... ott van ez a cucc. Hát ez tök jó. Nem baj, néha tudni kell veszíteni. Aki néz engem Twitch-en, Overwatch-ot, azt pontosan tudja, hogy ez része ennek a csatornának. Ez kezd megtörni. Miért nem jövünk rájuk? Ezt elfelejtettem. Azok megint menekülnek. Mindenki is menekül. Hát igen. Ezt már legyünk is túl rajta. Nem sok esélyünk volt a győzelemre. Főleg onnantól kezdve, de szép a táj. Szóval onnantól kezdve, hogy elkezdték... szétszették a védelmünket. Azt, amit felállítottunk. A jó kis tűzés cuccaikkal. Viszont ebből tanulhatunk. Na, az ellenség menekül. Tudsz lőni. És... defeat. A játék szerint sem volt kérdés. Ebben nem azzal egyébként, hogy vesztettünk. Azzal, hogy a játék nem volt világos a szabályrendszerében. És vesztettünk 10 zilt. Tök jó. Szóval, nem volt világos a szabályrendszerében, mert simán el kellett volna tudnunk oda, vagy be kellett volna tudnunk oda menni a főseregünkkel, és megakadályozni az orosomot. Tehát ez így... gyakorlatilag elvetünk 10 ilyen zilt a játék, ami para. Tehát azért nem nagyon kéne játszani. Na hát azt mondom, hogy ez pedig lassan vége is. Még ezt szívem visszaszerzem. Pujang lassan elpusztult, nem tudom, azok kik voltak. Meghalt a császár! Jó! Természetes okokból, és kialakult a régenség, Empress He. Na, innentől szoktak problémák előjönni, ugye? Tehát itt kezdődik a maga a fő kampány, és nem tudjuk rátámadni anyád. Szóval itt kezdődik a fő kampány. Ide tudunk jönni. Szóval innen kezdődik az alapjáték kampány, hogy meghal a császár, és Empress He lesz az uralkodó. És alakulnak a dolgok, a gondok. Úgyhogy, hát, most kíváncsiak, mert még azt mondja, hogy tartom a mandátum háború, viszont ebben nem vagyok biztos, hogy... Really? Na, szerintem pont nem tudjuk. Segíteni ezt megnyernénk?
Őt kéne megölni. Hát akkor az lesz, hogy Mars bátrakom, hogyha máshogy nem. Na. Persze, hogy nem. Mert ennyi hiányzik. Látjátok, ennyi. Fuck off. Hát vagyunk Marsba. Így. És most már tud segíteni a csatában. Tudtam, hogy vissza fog gondolni. De itt is meg tudjuk támadni, és nem tud besatlakozni onnan a segítség. Úgyhogy ez lesz a következő rész. Nagy csatája, innen kezdjük. És akkor a Liu Biao-t meg is tudjuk talán ölni, aki egy elég fontos karakter egyébként. Úgyhogy, nem tudunk észre a csatát vinni, de semmi gond. Összességében szerintem ez jól fog alakulni. Nagyon erős az utánpótlásunk. Úgyhogy innen folytatjuk a következő részben. Köszönöm a figyelmet, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!